Most már 10:57 van egyébként. Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb Star Stable videóban. Ismét eljött a szerda, ami frissítést jelent. Érkezett egy klublovagló aréna, új szettek, és a vizek felületeit megújították a játékban. Nézzünk is meg mindent, ami érkezett. Itt is van az új feladat, amivel be tudunk menni ebbe az aréna féleségbe. Lovas klub, ilyenek, ezt most így... Na, szóval ez most így elmondja ez a Chasica, hogy mit kell tudnunk erről a dologról. Nem olvastam végig, mert ugye így a lovas klubokról beszélt igazából. Szóval, csak meg tudom nyomni... Nem, ott volt a felkiáltó jel. Sikerült, oké. Csak szólj, ha ráérsz és körbevezetlek. Látogass el a klubházba a lovas klub nagymesterrel. Igen, a klubházban már jártam. Mert tudom, mi van a klubházban, nincs szükségem körbevezetésre. Oké, ez egyébként tök jó, hogy ezt is választottam, mert így is megkaptam ezt a Jordic Shillinget. És akkor megcsináljuk a másikat is, bemegyünk a klub lovardába. Oké, akkor most elvileg be tudunk menni. Igen, és ide lóval is be lehet lépni. Na, most tölt, mint láthatjuk. Légy szíves, köszönöm. Ez egyébként így nagyjából, sőt, teljesen ugyanúgy néz ki, mint a lovagló aréna ott Silverglade birtok mellett. Ezzel most itt gondolkodnom kellett, hogy mi mellett van. Itt van Krisztina Lionyír. Az egyik klubtagunk, szia! Összeillő kis Rájával és Pacival. És igen, így most ilyen kevés embernek tűnik a létszám. Szóval, hogy kevesen vagyunk itt bent, mivel hogy csak a klubtagokat láthatjuk, nem kevés embernek tűnik a létszám. Ezt szépen akartam mondani. Mindegy. Egyébként ez a frissítés most nagyon-nagyon sokat késett. Bocsi, csak most így nem tudom, hogy miért így beszélek. Hát, mint múltkor is tudok beszélni. Teljes mértékben. Általában tényleg szerdán úgy elszórakozok a dolgokkal. Itt annyira szeretem, mikor így eltűnik ez az asztal. Ahogy az előbb is. És egyébként ez az a pulcsi, amit egy live-ban vettem tegnap. És kerestem egy hozzáillő szettet. Jaj! Oké, átugrattam. És ide érkeztek ilyen jó kis pályák. Másfélék. Igen. Azokat majd megnézzük. És meg mit tudok itt így csinálni? Ott is lesz valami? Jaj! Nem, itt nem látok rózsaszín csillámokat. Ja, ott vannak a kis sárga karikák, hogy hova kell elmenni. Egyébként tegnap megmentettem Ant, sikerült, csak a végén az egyik részt azt négyszer meg kellett csinálnom, mert folyamatosan beragadtam különböző helyekre. Kellemes élmény volt. De egyébként jó volt. Tetszett úgy az aha. Ez most fura? Benne vagyok a földben. Help. Ez nekem így nagyon furika. Oké, akkor most oda csúszunk ehhez a lovasklub nagymesterhez. Nagyon jól néz ez ki. Szóval, ja. A lovas klub nagymester megköszönte, hogy beszélgettem vele. Hát igazából nincs mit. Kedves klub nagymester. Oké. Akkor nézzük meg a benti új pályákat is. Be is jöttünk a klub lovardába, és közbe csatlakozott hozzám az egyik klubtagom. Kimi? Sziasztok!
És meg fogjuk nézni ezeket az új pályákat. Ez a szerintem ilyen working equitation féle, ez az A. Ja, elég jó úgy néz ki. Ja, megint azt mondtam, hogy ja. Igen, és a kerítésekben, mivel hogy ezt a pályát már egyszer megnéztem, azt vettem észre, hogy vannak ilyen kis átlátszó részek. Jó, persze meg új, és ezért így ez az átlátszó rész. Szépen megfogalmaztam, így még vannak kis hibák. De, mint az előbb mondtam, ez érthető. Mert hát mégiscsak új az aréna. Itt egyébként nagyon jó klubprogramokat lehet tartani, ezek a virágok kifejezetten tetszenek. Ja, nagyon feldobják a hangulatot. Igen, a vörös rózsa féleségek. Ez a második pálya, ez ilyen hordós és bólyás, igazából kicsit ez a milyen feeling is, nem jut eszembe a szó, rodeo, de nem teljesen. Hát ez nem olyan izgalmas, mint a másik. És az utolsó, a C, az pedig egy kicsit ilyen western-szerű. Szerintem. Vagyis, hogy Starshine-on is ilyen hasonló pálcikák? Nem. Nem pálcikák ezek. Hanem ilyen oszlopféleségek vannak. Mert ezekbe egy bele lehet menni. De egyébként ez szerintem nagyon jó, hogy a klubprogramokra. Szóval itt lehet elindítani a zenéket. Van Kür, aha, biztos. Lisa Peterson és Folk Avant, mint a másik lovagló arénában, már mint az eredetiben. Na, szóval ez volt ez a három zene, csak röviden megmutattam őket. Igazából nekem a Lisa Peterson tetszik a legjobban, egyszer klubprogramkor el is indítottam, és egyébként egész jó volt. De ez a Folk Avant is jó, mert az így a területeknek, vagyis hogy leginkább Golden Hill-nek a zenéjét írta. És ott van ez a jó kis hegedűs zene. Na, de akkor most szerintem elmehetünk, és megnézhetjük, hogy hogy néz ki az új víz Jorvikon. Oké. Okay. Ide is jöttem Pinta erődbe, és a víz már alapból másképp néz ki. Még úgy is, hogy nincs beállítva az, amit be kell hozzáállítani, hogy teljesen új legyen. Mégpedig a tükröződé... Azt a mindenit! Ez nagyon-nagyon más lett. Wow! De egyébként eléggé élethű. Csak a tükröződések még kicsit furák, de azt szerintem még javítva lesz. De nagyon tetszik, olyan, mintha valódi víz lenne. Yeah, igen. Ez nagyon szuper. Na, így sokkal nagyobb élmény lesz úgy játszani. És hogyha már így még tart ez a frissítés, még mi minden új van, igazából szedtek, úgyhogy azokat meg is nézem a globális üzletben. Itt is vannak. Hát az áruk mondjuk úgy, hogy nem a legbarátibb, de hogyha valaki szettet akar venni, akkor igazából olcsóbban a nyereg alátített például nem veheti meg, szóval. Mondjuk én kötőféket nem vennék, mert azon van elég. De ruházat? Talán. Ez a mellény egyébként jól néz ki. Te meg így közben dalolászol a háttérben. Igen. Igen, elkalandoztam egy kicsit. De egyébként tök jó cuccok vannak itt. Csak hát igen, sisakot például nem vennék. De van ilyen extrém drága mellény, meg extrém drága nadrág, viszont azok nagyon tetszenek. Úgyhogy azokra lehet, hogy egyébként Jorvik shillinget kéne gyűjtenem. Nézzük a nyereg alátéteket. Berekedtem. Amúgy jól néz ki. Na, meg ezek a mellények is. Igen, csak hát sajnos nagyon-nagyon drága, de nekem nagyon tetszik. Lehet, hogy csak egy nadrágot vennék.
De már van elég nadrágom, úgyhogy lehet, hogy mégis inkább mellényt vennék. Mert az úgy magában jól néz ki. Tetszenek ezek a krém színűek, meg a zöld is egyébként. Na, visszatérek, amint eldöntöttem.